Harmadik olimpiájára készül Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló 2012-ben Londonban a 20 kilométeres távon a 32. helyen végzett, 4 évvel később Rióban pedig a 28. helyen zárta a versenyt. Azt követően a hosszabbik távra váltotta most 32 éves atléta, és a 2017-es világbajnokságon a 6. helyet szerezte meg 50 kilométeren. Az elmúlt 2 évet rengeteg edzés és kevés verseny jellemezte. Az elmúlt 3 hétben Szlovákiában, a Tátrában igyekezett a lehető legjobb formában kerülni Pokrovenszky József tanítványa. Ez több szempontból is speciális verseny és olimpia lesz. Olyan szempontból, hogy más földrészen van és nagyon messze, az annyira nem zavar, mert 2 év edzőtáboroztunk Tokióban, és akkor nagyjából úgy sikerült minél hamarabb átállnom arra az időzónára, és azokat a tapasztalatokat most majd remélem, hogy tudom majd hasznosítani. Hát a nézők nélkül olimpia az is érdekes lesz, remélem, hogy nekünk Velucán lesz a verseny, azért lesznek kint nézők, sajnos most a családom nem fog tudni jönni és támogatni. Hát ezzel meg kell majd birkóznom, de próbálok csak magamra koncentrálni és a versenyre, és hogy minél jobb eredményt érjek el. Mint a gyalogló elmondta, az ellenfelek felkészülését figyelemmel kísérve biztos abban, hogy nagyon jó formában lesznek a riválisok. Konkrét elvárás nem fogalmazott meg magával szemben, a nyíregyházi sportcentrum vezetői viszont a mezőny elejére várják Mátét. Nagyon büszkék vagyunk Mátéra, hiszen Zsinórban a 3. olimpiájára jut ki, és tényleg méltóképpen képviselte eddig is, és bízom benne, hogy ezentúl is a nyíregyházi sportcentrumot, mi Nyíregyháza városát és Magyarországot, úgyhogy ezzel a jó leső teherrel indítjuk útra, viszont azt gondolom, hogy itt tényleg nem az idő a fontos, hogy milyen időt fog gyalogolni, hanem az, hogy milyen helyezést fog elérni. Nagy terhet nem akarunk rárakni, de ő is tudja, hogy mindenre képes lehet, hiszen azért Ázsiában tudjuk, hogy nagyon nehéz versenyezni, az ázsiak nagyon erősek, de ha nem is egy olyan teherrel indítjuk el, hogy érmet kell szereznie, tehát titkon reménykedünk abban, hogy top 10-es eredményt tud elérni, és hát hogyha csilloghat valahogy ez az érem is a végén. Máté edzője Pokrovenszky József társaságában szerdán utazik Tokióba, majd onnan repülnek Szapporóba. A páros a helyszínen a körülmények ismeretében dönt majd arról, hogy milyen taktikával vágjon neki a versenyző az 50 kilométeres távnak. Azt tudjuk, hogy Tokióban milyen az időjárás, azt tudjuk, hogy ott nagyon meleg van és nagyon párás a levegő. Azt is tudjuk, hogy Szapporóban egy kicsit jobb, de hogy mennyivel azt viszont már nem tudjuk, és hát ez majd ott fog kiderülni, illetve ez a korra reggeli rajt, hogy 5:30-kor fogunk rajtolni, ez is érdekes lesz, hogy ki hogy bírja majd ezt a korai felkelést, illetve korai rajtot, hogy 5:30-kor már 100%-os formában kell lenni. Ez ott majd verseny közben majd kiderül, úgyis egy 4 órás verseny, szóval a taktikát módosítani vagy kitalálni még ott verseny közben is van idő, illetve alkalmazkodni a többiekhez, hogy ki milyen tempóban megy, melyik bolyhoz kellene inkább csatlakozni, szóval ez majd verseny közben fog kiderülni. Az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye magyar idő szerint augusztus 5-én csütörtökön 22:30-kor vág neki a távnak.